A csatorna fő támogatója a Vault 51 Gamer Bar. Akár szerepjáték, társasjátékról vagy PC-s játékról van szó, bizony itt megtalálod a helyed, rengeteg koktéllal és konzollal várnak titeket. Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélges és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Támogatónk a Szellemlovas. Hogy a társasjátékról, terepasztalos játékról, könyvről vagy szerepjátékról van szó, akkor bizony jobb helyre nem is mehetnél, mint a Szellemlovas. Lesz be hozzájuk is! Köszönjük szépen Patreon támogatóinknak, Gyurcinak, Elemelemnek, Dobókapitánynak, Draconisnak, Dvangrizárnak, Jadlocnak, Max Golpírnek, Melchiornak, Miyamoto Musashinak, Pierre de la Croix-nak, Slityunak, Csi Tamásnak, Tansongnak, Frame the Mage-nek, Tom Dapnak, Volio-nak és Ultramarionnak. Köszönjük, hogy Twitch-en feliratkozásra támogattatok minket. Dvangrizár, Mjölnir Thor, Aragorn, Bélem Masterzi, Sbence 92, Elemelem, Atomóhíd, Salifater, Tövis Király, Tepsi Over, Leslie 9619, Keti 11, Ragnar 6984, Dobókapitány, Ferri Luna 92, Thanatos the Psycho, HTD Lord, Crazy Berry, Gyurci 123456, Hillhouse 144, Berlus, Varug és Enkiu. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Taverna következő epizódja, és bizony itt is vagyunk a úrhölgyekkel és az urakkal, név szerint Dáviddal, Esztivel és Bucival, és folytatódik az álomcsapat. Az álomcsapatnak viszont az előzménye mi is lehetett, mi az, amit utoljára láttatok, hiszen elkezdtünk egy új varázslatos, gyönyörű kampányt, amiben hát egy-két dolog megváltozott. Például két karakter nem tért vissza, egyikük Volát Temprész, a másik pedig Shriek bizony, és helyette egy új karakter vezetődött be. Amikor Nahara és Royce sajnos várta Springwood városába, hogy visszatérjenek kalandoraink, ez nem történt meg, helyette egy búcsú levelet kaptak készhez, amiben bizony az állt, hogy ne is várjanak rájuk tovább, és hát, hogy is mondjam, hát nem a legkedvesebb hangvételbe, már-már ércelődve tudták meg, hogy bizony, úgymond lelettek húzva, hiszen a varázstárgyak, amiket szereztek, azoknak nagy részét pénzét tette Shriek, és ezáltal egy kúrjájában, hát hogy is mondjam, amikor 100 000-essel, érted, 100 000 dollárral éppen törlöd a könnyeidet, úgy írja meg a levelet, hogy nagyon-nagyon sajnálja, de ez most nem fog neki menni, sem pedig egyébként Volár Temprisnek, mert hát azóta szolgájaként dolgozik ott a kúriában. Annyira nem szomorodtak el, hiszen egyébként egy új úriember csapódott hozzájuk, méghozzá Kort személyében, aki egy nagyon furcsa figura, emberi gomba. Emberi gomba, gomba ember, ilyen kis tényleg valami furcsa, shifter, mégis van egy-két dolga, és az egy-két dolog, ez nem is kezdődött máshogy, mint egy csodálatos bemutatóval, hiszen sikeresen begombázta halucinogén gombával a kalandor csapatot, ami által az első rész gyakorlatilag egy űrült trip, a réten fetrengés, fénykiszabadítás, és rétfelperzselés vad kavalkádja. Kalandoraink végül, amikor már másnap reggelre kiózanodtak, visszatértek, hogy lepihenjenek, de a pihentető alvás helyett valami egészen más várta őket. Amikor végre átértek volna a kis álomvilágukba, hogy feltöltődjenek, szemüket fájó, vörös fény döfte keresztül, amire bizony fel is tárták, és bár szobájukba ébredtek, egészen más a világ, ahol bizony feltárták szemüket, és itt is tartunk, hiszen forró verejték csúszik le az arcukon, a szemük kitárva látják, hogy bár megszokott szobában vannak, az ezüstös, aranyos
napocska fénye helyett ez a fájó vörös fény az, ami beszűrődik, kintről pedig gyermekek dala ismétlődik folyamatosan, amit egyedül Kortnak sikerült feltárnia. Ami úgy szól, hogy 1-2, Freddy hozzád lép, 3-4, mindig észnél légy, 5-6, a hit sem hat, 7-8, ébren forgolódsz, 9-10, senkiben se bíz, 1-2, Freddy érted győ, 3-4, az ajtót zárd be, észnél légy, 5-6, a kereszt nem óvhat, 7-8, ébren forgolódsz, 9-10, többé ne aludj el. Erre a bajós mondókára tárják ki szemüket kalandoraink. De miképp tovább? Halljuk. Játék technikailag akkor nem volt long rest meg ilyenek. Semmi. Semmi. Dávidnak meg mindjárt átkérde majd. Exhaustion meg ilyenek, tehát kifáradás ilyenek. Nem van, nincs még rajtatok exhaustion. Fáradtak vagytok, de nem az a exhaustion fáradtak. Az akkor lenne, hogyha most esetleg valami miatt nem tudnátok aludni. Nehogy úgy legyen. Hát én összeszedném a cuccaimat. Ott vannak, nyilván nem a teljes menet felszerelésbe aludtam, de összeszedném a felszerelkeznék meg ilyesmi, és aztán minél hamarabb felkötni a csontpáncélt, breastplate-et, aztán összeszedni és átmenni a többiekhez, hogy mi a becsa történt. Az az igazság, hogy a szoba, amiben vagy, ahogy felülsz az ágyba, már akkor látod, hogy ez nem teljesen a te szobád. Teljesen egyértelműnek tartottad, hogy ez a te szobád, mint ahogy az álmokban is szokott lenni. Nem is feltételezed, hogy nem az, de mégis együtt vagytok ebbe a szobába, és úgy vannak elhelyezve az ágyak, hogy egymásra látok, mint egy ilyen félköri, mint egy szelet sajt lenne gyakorlatilag, egy cikk, és egymásra láttok. Hogyha megpróbálsz felkelni az ágyból, akkor amikor kilépsz az ágyadból, vagy bárki más, akkor azt érzitek, mint hogyha ez a szőnyeg, ami eddig ott volt, nem is szőnyeg lenne, hanem olyan érzés, mint hogyha egy ilyen lüktető, meleg hús lenne. Mint hogyha egy forró, nyers steak lenne. Ez a véres, eres padló, és ahogy lenézel, az is. Nem csak az érzés, hanem tényleg, mintha lenyúzott bőr alatti emberi izmok, hús lenne, amiben lépkedsz, és abba. Ez mi van most? Ez még az a cucc, mi tartta még? Az esti dolog? Nem, ez már nem az lesz. Honnan tudod? Nem válaszolok, megyek a cuccomért. Gondolom, ti is felkeltek, körbenéztek. Ahogy egyre többet mozgolódtak egyébként, és egyre többet lépkedtek, ahogy léptek, pont olyan érzés van, mint neked a legismerősebb, mint amikor egy ilyen spóraföldön lépkedtek, és tudod, amikor relépsz, és akkor kicsapódnak azok a gőzök, amikbe a spórák tartalmazza. Csak itt nem spóra ez kifejezetten, de ahogy lépkedtek, itt-ott a hús felszakad, és mint egy ilyen forró gőz csapna fel, ami a rothadó égett húsnak a szagát hordozza magába, és állóképesség próbát szeretnék kérni minden nyíltoktól. 9. 6. 8. Mind megvan. 8. Oké. Arra kérlek titeket, hogy amíg ez nem változik, addig írjatok fel magatoknak egy olyan jelzőt, hogy a gonosz érintése, és minden egyes dobásotokból egyet vonjatok majd le.
Minden egyes dobásból. Mind attack, mind saving throw, mindenből egyet vonjatok le. Érzitek, ahogy áthat titeket ez is, és öklendeztek, rosszul érzitek magadat. Nem kell hánynotok, de folyamatosan az az öklendező érzés van, hogy mint hogyha az égett dökhús szaga megült volna a szájpadlásotokon, és ezért van az, hogy nem tudtok rendesen koncentrálni, nem tudtok rendesen esetleg harcolni, bármilyen, mert folyamatosan próbáljátok ezt elnyomni, hogy ne hányjatok, ne legyetek rosszul, és egyszerűen nem tudjátok leküzdeni ezt az érzést. És ez folyamatosan hátráltat titeket. Egyébként ugyanaz a szoba, de így a cuccok az egy látó távolságban van. Uh-huh. A táska, meg a felszerelés, meg ilyesmi. Akkor én próbálom. Ezeket a felszereléseket felvennénk, meg felöltöznénk. Meg is tudjátok tenni, fel tudjátok venni. Ez kicsit hosszabb, mert donolni kell a medium armort. Ami még furcsa gyakorlatilag ebbe a szobába, hogy olyan, mintha nem lennének falak kifejezetten, hanem mintha csak sötétség lenne. Nincsen messze, de mégis, mintha ott egy ilyen árnyék levágná. És hogyha ahol volt a szobának az ablak, ott van ablak? Az ablakok ott van, és az ajtó is ott van, de mintha nem fal tartaná, hanem csak egy ilyen árnyék szövet. Hát ahogy elkészülök, majd akarok menni az ablakhoz. Uh-huh. És kinézni, hogy úristen, mi van meg ez a fény, ez is zavar. Uh-huh. Hát megpróbálod kitárni az ablakot, ami sikerül is. És gyakorlatilag egy olyan égre tekintesz ki, ami a vörös több árnyalatában úszik, és egyre sötétebb, ahogy leér. És ahogy leér, ott gyakorlatilag a mély vörös már a feketével határosan teríti el, és magát a városnak az épületét, mert minden annak csak a sziluettjét látod ebbe a feketességbe gyakorlatilag, hogy azok maguk feketék, és csak mögötte ezt a mély, sötét, vörös fényát látod. De magukat, az épületeket nem tudod kivenni, csak a sziluettjeiket és azokat kifejezetten feketét. Ami furcsa számodra... Megpróbálok lenézni az utcára, meg az ilyenekre, hogy... Ott sötétség van. Ami még furcsa az egészben, hogy mintha két holdat látnál, egy teli holdat, amivel valami biztos, hogy nincsen rendben, hiszen a kráterei, azok inkább olyan hangulatot keltenek, mintha vérerek lennének. Ezek a kráterek, ahogy körbefutják egymást, tényleg, mintha erek lennének, amik a holdat behálózzák, és a holdnak sem egy kifejezetten ilyen szép fehér színe van, hanem az a döglött, rothadó, ilyen pókzsák érzetet adja, és mellette a másik hold, az pedig egy jóval odébb, az pedig egy ilyen cikk, mint hogyha az nem új hold, talán úgy hívják azt, amelyik ilyen kisebb, így van. És ez az, ami szinte fénytelenül van fent, mert hogy mint mondtam, a fény az végig ez a bordó, és ez pedig inkább ez a sárgás-fehéres ilyen döglegyes tudsz. Valami itt nincs rendben, olyan, mint hogyha megint valami... Azt egy pincs észrevettük. Másik síkon lennénk. Ez nem sűrűn meg, nem történik veletek? Halucinálunk. Nem? Vagy az biztos, ki van már zárva? Nem. Kinyújtom a kezemet, és megpróbálok kasztolni egy guidance-t magamra. Működik? Aha, tudsz varázsolni. Alapból ez úgy néz ki, hogy így... Tudom, lecsukja a szemét, és hát egy ilyen másodperc töredék része alatt ilyen... Mint ilyen Szent János bogarak, de sokkal kisebb fényforrások, így ilyen türkiszes világos színen így felvillannak így a... egy aurában így körülötte ilyen pontok, fénylő pontok így, és ennyi. Nem biztos, hogy halucinálunk, mert varázsolni tudok. Azt is érzem, hogy mivel nem sikerült pihennünk ezért, nekem is kevesebb az erőm. Uh-huh.
szoba. Volt ez a mondókban, hallottátok? Hát valami szöveg volt. Igen, valami gyerekeket hallottam, mi? De nem láttatok senkit az utcán, mert nincs is nagyon utca. Sötétbe veszik minden ott kint. Feketeségbe. Az volt a mondóka, hogy... Kettős pont, elmondom neki. Elküldtem a közös beszélgetésbe mindenkinek. Freddy hozzád lép, mindig észnél légy. Ki az a Freddy? Ismer valaki Freddyt? Valaki nem. Rosszat akar nekünk? Nektek? Vannak rossz akaróitok? Nekem? Miért lenne? Nem tudom. Szerintem nekem mindenkinek nincs. Vannak rossz akarói. Nem? Nem tudom, én általában felgyűjtöm őket, vagy ilyesmi. Lehet nem sikerült legjobban felgyűjteni őket, és visszatisztítani. Vagy lehet ezt pont azért kapom. Minden meleg és vörös, és meleg. Uh-huh. Mindenkit felgyűjtött el eddig, aki rosszat akart neked? Hát a legtöbbet, igen. Nem akarok neked rosszat. Köszi. Ettől függetlenül ez... De néha tartom most... magam, mert... Hát azért a csapat megkívánja, hogy nem mindenki gyűjtsük azért fel. Uh-huh. Ez most itt nem a legjobb. Valamit meg kéne, ki kéne terítenünk, hogy... Hát akkor... Hol vagyunk? Mire vársz? Mindenki kész van. Kész. Bár még ha nem sietünk sehova. Erősen megcsípem. Na, nem álmodsz? Ó. Oh. Fáj. Értem szerint azért nem csíp le belőled egy HP-t, de... De azért annyira erősen nem. Hát ilyen ruganyos volt, ahogy belém csíptél, ugye? Tavonyos. Mintha... Mint amikor gombát próbálsz megfogni, tehát... Ugye... Szóval... Levesbe. Főzünk valamit. Úgy hús is van alapanyag hozzá. Szóval... Valami sötét varázslónak lehet ez a trükkje? Van egy ilyen tippem. Nem tudom, de elég furcsa dolgok történnek, amióta találkoztunk veled. Igen? Igen. Royce. Mondd. Szerintem. Valami... Nem tudom, mindegy. Na, szóval az ajtó az, ami... Lehet, ami, őt kéne felgyújtani. Ami nyitható lenne. Hallom már. De ne felejtsük. Hogyan lesz te mindent? Bocsánat, Royce. Várom, hogy mondja, ezt figyelek. Mennyire ilyen... Szóval senki bocsánat. Nem figyel. Nem, de ez most... Csak a KM-nek, hogy igen? Mennyire ilyen feszélyező a légkör, de el akarunk innen menni minél hamarabb, ott van a nyomás, hogy hagyjam el ezt, vagy csak úgy... Olyan természetellenes, viszont nincsen ez a kifejezett nyomás. Rosszul érzed magad már attól, hogy amit mondtam, hogy folyamatosan ők lendezned kell, uh-huh. Ez a fény, ja, meg ilyenek. Kínű. Nem tudod, hogy merre lehet igazából a kiút. Értelemszerűen előtted van egy ajtó, ami az ajtó. Kecsegtető, de mint az álmokban is, attól függetlenül, hogy minden visszataszító és furcsa és nem logikus, mégis most minden normálisnak tűnik, de mellette zavarónak. Uh-huh. Szóval érzed, hogy ez nem normális, de abban a szituációban, ahol most vagy, nem tartod lehetetlennek például, hogy nincsenek falak és sötét van helyette, vagy hogy... Uh-huh. Érzed, hogy ez nem normális, de mellette mégis olyan evidensnek tűnik. Mint amikor álmodsz. No, akkor... Meg te kis hány ingeretek van, néha. Uh-huh. Menjünk akkor az ajtóhoz, Royce, jó? És mindenképpen figyeljünk mindig, tehát hogy figyeljünk, és... Ha most így elmondtad a mondókát, akkor mindig csukjuk be az ajtót. Uh-huh. Minden ajtót, amit kinyitunk, utána csukjuk be. Nehogy utánunk jöjjön valami. Royce, te olyan okos vagy, valami mást még ebből a mondókából nem tudsz? Azt sem tudom ki ez a Freddy, úgyhogy nem. Meg hát egyértelműen ébren vagyunk. És hát nem tudom, hát többé ne aludj el, ez most lehet az, hogy mi ne aludjunk el, mert ha baj lesz, vagy nem fogunk tudni addig aludni, míg
még el nem jutunk innen. De hát egyelőre ennyi. Amit mondott itt Kort. Jó, hát akkor... Szerencsétlen helyzet, mert elég fáradtak vagyunk. Igen. Megyek előre én. Jó. Jó van. Kitárod akkor az ajtót, ugye? Mm-hmm. Óvatosan megpróbálom felkészülni. Kiveszem a kardot. Mindenképpen elő legyen. Ja, és készüljünk fel. Figyelek mindenre, és megpróbálom ki. Ahogy nyitott fel egyébként az ajtót, azt veszed észre, hogy a másik oldalon, mintha egy várfal lenne az, ami előtted van, és ahogy egyre kiebb és kiebb nyitod, neked ismeretlen a helyzet, de nektek kifejezetten ismerős, mintha a Kobold király kastélyának... Találkozunk a Kobold király! Mondd, előtere lenne, ahol vezet fel az a hosszú lépcső. És ott a lépcsőnek a tetején egy nagyon-nagyon hosszú lépcsőt láttok, már természetellenesen magas, hosszú lépcső. Annak a tetején két oszlop van, ami szegélyezi a kaput magát, ahol bent találkoztatok a Kobold királya, és ott gyakorlatilag két test az, amik észrevesztek, hogy hozzá vannak nőve ez az oszlophoz. Olyan, mintha az oszlopon magán végig lenne futva egy ilyen undorító kelésekkel teli ilyen tumornak hívnám legszívesebben. Egy olyan tumor gyakorlatilag, ami olyan, mintha úgy égett volna meg, hogy ilyen kráteresen, tudjátok, ami már annyira durván meg van égve, hogy ilyen kis fonalakban marad már csak meg összehúzódva, a bőr és közte pedig látjátok a nyers húst, amiből folyik ki ez a fájdalmas, sárgás, feketés, gennyes vér, és ez a tumor két alakot szegez neki ennek az oszlopnak, hogy bele vannak nőve, és csak az arcuk félig látszódik, ahogy ismeritek fel, egy perception próbát kérlek dobjatok. Bezárom az ajtót, hogy kijövök. 18. Shrieket és Volál Templist látjátok, ahogy gyakorlatilag már-már egyben nőve ezzel az oszloppal vannak oda kitűzve, és lüktet rajtuk ez az undorító tumor, és csak keservesen nyögnek és szenvednek. Felül pedig, ahogy mondtam, amit láttál te is, Royce, két hold van. Az egyik egy teli hold, ami olyan, mintha vérerekkel lenne végig szűve, olyanok a kráterei. Nem ez a kifejezetten ezüstös, hanem inkább már ez az ilyen gennyes, sárgás, fehéres alakzatot veszi fel, és egy ilyen cikk hold, egy ilyen kisebb, ez ami felettetek van, és az ég az pedig az a természetellenesen, ez a sötét, vörös, fájó fény az, ami beteríti ezt az egészet, maga a Kobold királynak a kastélya, az pedig olyan, mintha fehér, ilyen mészkőből lenne, ilyen a sötét ég mögött, ilyen nagyon, vagy előtt nagyon jó kontrasztot ad, ahogy ilyen nagyon fényesen, nagyon fehéren így épül fel, és vezet egyenesen a kapuhoz, ahol ez a két oszlop égtelenkedik. A Kobold királynak a erődje az ilyen volt akkor is, amikor voltunk. Ismerős. Nem rémlik, hogy ennyire nagy lett volna akkor ez a lépcső, de mint ahogy mondtam, az álmokban általában olyan, hogy mint hogyha tudnád, hogy ez nem igaz, ez nem ilyen hosszú, meg nem ez történt, de most ez tök valósnak tűnik. Jó. Szóval nem kételkedsz, hogy ez az. Meg hogy a, tehát, hogy de mint hogyha nem így emlékeztél volna, de valószínűleg ez az. Ő nem változott mondjuk annyira a külleve, tehát hogy ugye ez a hasonló anyagból készült, hiszen Hát, akkor szerintem ezzel a... Tudjuk, hogy hol vagyunk. Nahra. Tudjátok? Tudjuk? Valószínűleg az álomsíkon. Tehát a testünk az valószínűleg alszik. Ez jó hír. Segíts! Őket is te intézted el?
Én elkezdek odafutni egyébként. Ő intézte el őket is? Nem tudom, én nem láttam, hogy kik ők, úgyhogy nem. Valár! És oda szaladok hozzá. Követjük. Követitek, és később te már felismered a két társadat bennük. A jövődött. Segítség! Ők azok a kalandozó társadalmi, akik nem jöttek el a találkozóra. Hát lehet, hogy akkor nekik is valami szép álmaik vannak most. Igen. Lehet, hogy valaki már külkönyvben levelet? Nincsenek olyan jó bőrbe, úgy látom. Vágjuk le őket? Vagy... Segítsetek már! Meg őket? Én azért kicsit kétségbe vagyok esve. Megöljem őket, hogy ne szenvedjenek? Nekem nincsen érzelmi kötelékeim hozzájuk. Hülye vagy? Elkezdem nézni ezt a Én megpróbálom. Dolgot, hát nem mondom, hogy... Elkezdtek futni felé, gondolom. Igen. Hát elkezdett futni, mi megkövetjük. Jó, követitek, és olyan érzés, mint hogy hiába futok, mint hogyha nem csökkenne ez a távolság, legalábbis nagyon lassan, ilyen érthetetlenül lassan. Szóval, hogyha megtesztek mondjuk 15 lépést, de olyan, mint hogyha 3-at tettetek volna meg, ilyen nagyon-nagyon furcsa érzés, mint hogyha fordítva futnátok egy mozgó lépcsőn, és amikor már legalább 10 percet futtok, és azért már végre telik el a távolság, és igazán közel kerülhetnétek, hogy elérjétek esetleg őket, egyre hangosabban és hangosabban üvöltenek, míg végül hirtelen megremeg egy kicsit a táj alattatok, és a lépcsők, amik ezek eddig voltak, megdől a dőlésszögük, és mint egy csúszda lenne lefele, visszafele, amerre voltatok, és az egész tér megváltozik, az a mészkő, ami eddig mészkő volt, a lábatok alatt, az most olyan érzés, minthogyha valamilyen élő hús lenne, amiből ilyen apró csomók, gócok vannak benne, ilyen húsrózsák gyakorlatilag. Felrobbanok. És felrobbantak, így van. Ablak. Tényleg ablak, hogy kinyitott? Nem. Ez kellene. Ez sok mindent megmagyaráz. Jól van. És Shrieknek és a Volárnak a szájából hirtelen olyan, mintha leszakadna az állkapcsú. Ilyen természetellenesen nagyra tárulnak ki. És sugárba, mintha ilyen véres, gennyes, húgyos folyadék sugároznak, ki spriccel gyakorlatilag, de olyan hatalmas erővel, mint hogyha több tűzoltó sugár lenne, és mint hogyha hatalmas hullámokként sodorna titeket le, és dobjatok kérlek szépen nekem egy akrobatik dobást. Jöjjenek az akrobatikák! Minusz egy, akkor 16. Nekem is. Oké. Akkor már csak... Akrobotics. Royce-t várjuk. Ó, mit akarsz? 21. Royce az egyetlen, akinek sikerül felugrania és elkapnia ezt az oszlopot, míg a többiek elkezdenek ezen a hús csúszdán gurulni le, és amit észreveszed te is, Royce, és idővel, ahogy egyre lejjebb és lejjebb érnek ők is, ez a csúszda egy hatalmas fogakkal borított szájba vezet, és maga ez a lépcső, ami voltatok, egy hullámzik, és ez egy hosszú, ilyen undorító, égett nyelv, és a hold, a két hold megváltozik, a teli hold átfordul, és az a véres gömbőc az igazából egy döglött ember bevérzett szeme, nagy kék szemekkel, vagy szemmel néz, és a másik pedig, minthogyha egy szemhéj lenne, ahogy felnyílódik, és két darab bevérzett kék szem az, ami néz rátok, és a Volárnak, és a
Shrieknek a szájába pedig ez a hatalmas, nagy, ilyen gennyes vér az, ami gurít le titeket. Titeket teljesen elnyel a sötétség, le is csúsztok, és bizony egyedül Royce maradt fenn akkor, amikor már ez úgymond lecsillapodik, akkor pedig Shriek és Tempris is rád néz, és könnyekkel telve csak annyit mond nekik, hogy Freddy visszatért, és felébredtek az ágyatokban. Akik lecsúsztak a torokba, arra kérek, hogy mind a ketten írjatok fel egy egyes szintű exhaustiont magatoknak. Viszont neked, Royce, neked sikerült a long restet megkapni. Viszont az az undorító érzés, az a hányinger, ami volt, az megmaradt. Magatokkal hoztátok ebbe a világba a gonosz érintését. Uh-huh. És így várt titeket a másnap reggel. Uh-huh. És akkor nem is volt longrest. Hanyas egyes kimerültség. Aha. Hát én minél hamarabb összeszedem ismét a cuccaimat. Te a saját szobádban majd, szóval. Royce! Már megint mi történt? Te is rosszat álmodtál? Igen, igen. Körbenézek, megfogdosom az ágyat, vagy bármit, hogy meg tudok fogni, hogy ott van-e, tényleg. Ott van, ott van, de nincs ez a gyóra. A sejmes takarót akarom vissza. A sejmes, az jobb volt. Benne volt Volár, meg Shriek is. Azt mondták a végén, hogy Freddy visszatért. Nem azt, arról is nem tudhat. Eszembe jutott a lovász fickó, hogy az nem Freddy volt. De arról is nem tudhat. Nem tudhat, mert hogy nem tudhat. Ő nem volt benne. Így van. Vajon? Ki a Freddy? Nem kéne megnézni a... Nem tudom, úgy nem ismerek én Freddyt, de a... Akkor valakit, Korti... Vagy ki... Kopogjunk már át hozzá. Jó, addig... Előkapok egy ilyen pergamen papírt, és elkezdek ki lejegyzetelgetni dolgokat a... versikét, az, hogy mi történt, hogy akkor egy ilyen, hogy Freddy visszatért, hogy ott volt benne. Tehát én nagyjából ezt álmot megpróbálom ilyen, tényleg csak ilyen címszavakba leírogatni, hogy ez meg legyen. Addig menjet, én addig... Mindegy, maradj nyugodtan. Átmegyek a kopogok hozzá. Kopognak az ajtód. Én vagyok. Ki az? Nahara. Gyere be. Visszatiszom a kardot. Az itt már leszúrt. Nem az első randin. Jól vagy? Mi rosszat álmodtunk te? Én is. Egy ilyen hús templom erődítményszerű dolog volt. Igen. Tehát valami... kalandozó társaitokkal meg... Gyere, menjünk vissza Royce-hoz szerintem, hogy egybe legyünk. Jó. Jól vagytok? Hát, jó, még hány ingerem van? Nem is. Még tart ez a... valami. De kitartást. Legyőzzük. Összeszedem az utcaimat, és hát megyek is. Többiekhez. Megérkeznek, taharáig vissza. Szóval... akkor mind
mindannyian ugyanazt álmodtuk, ugye? Mindannyiunknak még mindig hány ingere van. Én elég fáradtnak is érzem magam. Én sem mi van, ha ez valami, szerintem ez valami, valakinek valami mágiája, valami rémálom mágiája, nem tudom. Nálunk olyan dolog, ami eddig nem volt nálunk. Valaki nem rejtett valami dolog. Nem rejtett valaki valamit a zsebetekbe? Nézzük meg. Illetve az az izé. Freddy. A szellemkő. Milyen szellem? Lehet, hogy... Te nem emlékszel? Az a gonosz. Valami gonosz volt. Valami volt. Hát valami szellemeket öltünk. Igen. Hol van az a szellemkő? Nincs nálatok? Nem amikor kinébredtünk. Nem, valami szellem volt. Kérek egy 10 perc szünetet. Jó. Jó, hát nézem én is a dolgaimat. És kasztolnék egy Detect Magic-et. Uh-huh. Én pedig addig átnézegetem a... Jól van. Én meg kérek narancslét. Hát detektálsz náluk mágikus tárgyakat. Uh-huh. Főleg Royce-nál. Hogy két karomat így össze teszem, de nem teljesen, és azok a gombafonalak, mintha megelevednének, és egy ilyen tálkát képeznek, amivel beleszórok ilyen porokat, meg füveket, meg ilyesmiket, és a fölött mókolok, és 10 perc után, ja, detect, magic. Nincs valami extra nálunk, ami okozhatja ezeket a dolgokat? Hát mivel nem tudod, hogy náluk mi volt, ezért neki ja, minden extra. Mondom, hogy a mágikus tárgyakat, az eddig is megvolt, az eddig is megvolt. Megvolt minden. Ami még megvan nálatok is ismerős lehet, azok az üveggömb. Azzal kijöttetek az álomvilágba annó. Az is megvan még. Ez fontos lehet, hogyha az álomvilágba akarunk menni, illetve vissza. Ez a gömb. Ezt felírom, mert ezt szerintem nem volt felírva. És még már így ébre se ismer senki semmilyen Freddyt. Nem? De azt mondták a legvégén, hogy visszatért. Szerintem remek. Ez csak valami... Bár nem tudom, ki csinálhat ilyet velünk. Én szinte biztosra veszem, hogy rémálom mágia. Nem? Hát nincs nálatok semmilyen extra, ami ezt befolyásolná, de ezt állítólag máshonnan is, messziről is el lehet érni. Úgyhogy akármi lehet. Nincsenek tényleg haragosaitok? Senki? Miért? Neked nincsenek? De, van egy csomó. Na hát akkor... De mindannyiunkat érte ez a dolog. Hát, mert ránk osztod a bal szerencsédet. Igen? Lehet. Eddig nem voltak ilyenjeid? Nem. Úgyhogy lehet, hogy ti voltatok. Lehet, te voltál, mert felgyújtasz mindenkit. Dehogy is. Azok már nem csinálnak semmit. Lehet, hogy... Tudjuk Srieknek a kúriájának a nevét? Tudták. Semmilyen infót nem közölt veletek. Csak egy táncoló törpét vagy mit küldött. Koboldot, nem tudom mi volt az. Hát ha kobold, akkor... Futárról. De milyen ember volt? Ember futár volt, igen. Akkor egy ember, táncoló, hajom, nem tudom. Minek nevezzem még? Talpa. Lehet ő volt amúgy én. Mindig is tudtam, hogy gonosz. Belejéglomtott. Különöm a mágusokat amúgy is. Remélem, hogy valami mágus csinálta, és akkor végezhetünk vele. Hát... Miért gyűlölöd le... Nem tudok beszélni ettől az undormánytal számmal. Esetleg a... Gyűlölöd a mágusokat.
kényük, kedvük szerint manipulálják az embereket. Tudatukat, tulajdonságaikat, meg ilyenek. Teszem be is, hogy nekem van friends, meg ilyenek. Charm person. Gonoszak, persze. Szóval. Az emlékeidet. Esetleg a Vauki templomba utána kérdezhetünk, hogy nincs-e valami gonosz Freddy névem, aki korábban eltűnt, most meg feltámadt. Vagy visszatért. Vagy élő halott, tudom. Hát vagy nem tudom, vagy valami mágikus lény. Bármi lehet. Elég csúnyán nézett ki, meg ez a ilyen húsos dolog, az, ha jól az tudom, az ilyen, azok olyan, tehát azok ilyen gonosz síkok lehetnek, ahol ilyen hús halott taknak a síkja, vagy valami pokolszerű dolog, tehát hogy... Te láttad azokat az álomba, akik ott voltak a falba, vagy fal... Hogy mondjam, nál. Láttam. És azok hogy néztek ki? Hogyha leírja nekem, ők, akkor gondolom levágom, hogy ő is ugyanazokat láttam. Hát, az a kérdés. Ugyanazt láttam? Ugyanazt láttad. Akkor az ugyanazt írom le, hogy bele voltak a tokorba a kerésbe. Akkor az már biztos, hogy valamilyen szinten ez hozzánk köthető. Mert hogyha mondjuk az lett volna csak a lényeg, hogy mindenki mondjuk egy hozzá közel, vagy nem közel, nem tudom, álló embereket lát, akkor ő a saját ismerőseit látta volna valószínűleg. Ez logikus. Na hát. Szóval akkor ráthoztuk a bal szerencsét. Köszi. Szeresen. Nem baj. Most már így alakult. Ennyi baj legyen. Nem baj. Megöljük ezt a Freddy-t. Legalább megölhetsz egy mágust. Ja. Vagy nem mágust. Szóval szerintem kezdjünk el utána menni ennek. Kérdezős. Kérdezősködjünk. Leírtam ide egyébként ezt a és akkor mi a Freddy is után akarunk kérdezősködni. Hát, de ha ez... Hogy meg... Valami varázslatos lény az lehet, igen. Valami szörnyetek, vagy ilyesmi. De akkor de ezek szerint mi? Az arcszerűség lehetett? Ő? Amit láttunk? Hát lehet. Hogy szerintem valami... ő lesz Freddy. Azokkal vagy... a szemek, szemszerű holdakkal? De azt mondom, hogy szerintem ez az az álom, tehát az a kastély, amit ott láttunk, az csak egy becsapás volt. Egy illúzió. Mert utána gyorsan átalakult. Ez egész egy illúzió volt. Igen, nem? Valami olyasmi. Nem biztos. Hát álmodtunk. De... Én nem tudom, hogy ez... De áthoztuk ezt a rossz létet. Tehát valami ott kellett, hogy legyen. A lelk. Tehát talán... Igen. Vagy valami. Szóval... Egyébként kinézek az utcára, hogy milyen napszak van. Kellemetlen. Kellemetlen hát, napszak? Most már délután környékén, mivel hogy kora reggel értetek haza, akkor döltetek ki, és meg volt a long rest, úgymond, időbe. Így azért ez a délután. Mondjuk ilyen 2-3 óra felé lehet az idő. Hát még ha... Először ilyen ebéd után. Elindulunk, vegyünk valami útközben ennivalót, és akkor menjünk. Templomba kérdezősködni? Nekem utcán. Most ez jutott eszembe, hogy hát ha ők tudnak valamit. Nincsenek itt valami misztikusok? A városban nem tudtok róla? Biztos van egy egész nagyváros. Vannak ilyen varázslók is, meg ilyenek. Azért gondoltam a... Pedig én csak egy egész napos kényeztetést akartam. De hát beszélgethetsz emberekkel, kérdezősködhetsz, ahhoz tökre értesz, nem? Ez kényeztető. Hát, valami olyan csinálni, amihez értesz. Hát attól még nincs, nem vagyok kényeztetve. Mármint, hogy... Na mindegy, nem menjünk bele. Igen. Néha, ha beszélgetek, kényeztetnek, de nem mindig.
Értem. Érted? Uh-huh. Jó. Hát, menjünk. Ugyanoda? Mi váljunk szét. Ne váljunk szét. Megyek nem, veletek. Nem, ne váljunk szét. Ez kurva. Hát kezdjük a templomba, ha ott nem tudnak segíteni, akkor menjünk át a úgyis arra van a ilyen kereskedő negyed is, ahol ott a szélén talán, ha jól emlékszem, ott vannak ilyen varázsló cégek is, valami ilyesmi. De nem azért akarsz a varázslókhoz menni, hogy megold őket, ugye? Nem. Jó, biztos? Biztos. Ígéred? Hát, ha ők okozzák az émálmainkat, a mostani émálmunkat, ami nagyon valóságos is, akkor de. Kifejezetten varázslók céhe nem rémlik, hogy említettem volna. Valami olyan, akik biztos vannak ott valami varázslók, akik léteznek egy 16 ezeres városba. 12. 12. De 12. Ja, csak nincsen kifejezetten varázslók negyede, de vannak varázs használók. Már a craftban is ott vannak az RTP-szerek. Úgy gondoltam, hogy ott kérdezősködök valamit, ilyen varázs használók. Jó, merre kezdenétek? A templomba. Vauking templomba mennénk el. Jó van. Hát a Vauking templom egyébként, mint mondtam, egy hatalmas, nagy, több ilyen kupolából álló templom, aminek a fő kupolájában benne van ez a nagy kék kristály, ami folyamatosan pulzál. A templom előtt ott van Vukinnak a szobra, ami egy fiatal, gyönyörű, kecses nő, ami bizony, közben kapcsolok egy nagyobb térképet is, hogy azt is lássák a nézők, ami bizony két darab arany oroszlán mögött áll, haja az szintén gyönyörű arany színű. És a templom egyébként egészen hatalmas, és inkább ilyen, mint a bazilika, olyan hangulata van tényleg. Amikor bementek, tipikusan, mint a keresztény templomokba, annyira magas, hogy elveszél bele, és ilyen aprónak, semmit mondónak érezd magad, hogy ezzel is gyakorlatilag hangsúlyozza az emberi, hogy is mondjam, halandóságot, hogy mennyire kicsi vagy te ebbe a világba, és ehhez mérten értelemszerűen az istennő szobra is olyan hatalmas, hogy gyakorlatilag eltörpültök mellette. Több ilyen templomi szolga is dolgozik bent, vegyesen férfiak és nők, de a legmagasabb rangú, akivel találkoztak, az valószínűleg egy férfi úriember, aki, mint látjátok, több ilyen női papi növendéket éppen oktat, hogy mégis mit, hogyan kéne elmagyarázza nekik. És mivel ez a kereskedőknek a istennőjeit, látjátok, több helyen is vannak egyébként ilyen kis persejek, amikhez folyamatosan hozzájárulnak a kereskedők, és folyamatosan adakoznak, hogy úgy vannak vele, hogyha ők a részüket úgymond a haszonból beadják, akkor cserébe Vauking megajándékozza majd őket jó forgalommal. Beáldozok egy ezüstöt. Meg is köszönik. Egy ilyen kis csing-csing, ilyen hangja van a ládának, amikor belerakod. Ha megöljük ezt az istennőt, akkor az... Az azt jelenti, hogy Vauking Dead. És szerintem ez a rész, ez jó lesz. És az is lesz a címe, hogy The Vauking Dead. Köszönjük, gomba ember. The gomba man. Oda mennék ahhoz a fő papszerűségű arcod is. 40-es éveiben járó egyébként kifejezetten erőteljes férfi. Díszes mellvértet visel, aminek egy női arc Vauking szimbóluma található a mellkasának a közepén. Arannyal futtatva, körülbelül 170 cm magas egyébként, a haja félhosszú, és valamilyen olajosan van gyakorlatilag oldalra nyalva neki. Egyébként korához képest kifejezetten jól tartja magát, tényleg 40-es évekbeli férfi, de az, aki úgy látjátok, hogy éppen az aranykorban van benne, hogy... Szóval jól néz. Így van. A fasza milfnek a férfi változata, bárhogy is hívják azt. Sármos dude. Csak bemutatkozás, minden nélkül odállok. Úristen. Segítség kellene. Nem tudja, ki az a Freddy?
Freddy-t keressük. Én közbe vágok, hogyha én is odaérek, hogy tiszteletem és elnézést kérnék a zavarásért. Miben segíthetek, gyermekeim? Pont ekkor beteszem a helyzet. Igazándiból az éjszaka rosszat álmodtunk. Igen. És... Hogyha esetleg szeretnék a templomi szolgálatokat igénybe venni, akkor egy kisebb helyreállítás, esetleg 40 aranyért megszámítjuk. Hogyha szeretnének esetleg valami mást, mondjuk sebeik lennének, mindössze 10 aranyért meg tudjuk ezeket gyógyítani, hogyha kisebb gyógyításokra van szó természetesen, vagy hogyha úgy éreznék, hogy ez egy álom, ez valamilyen átoknak a szüleménye lenne, természetesen azt is csekké 90 arany hozzájárulás a fejében meg tudjuk szüntetni. Ez rengeteg pénz. Az isteni hatalomnak ára van, gyermekem. Természetesen. Első körben... Atyánk. De nem mérik. Aranyba mérik. Információ lenne szerintem, vagy... Esetleg pár ártatlan kérdést feltehetnénk, vagy... Természetesen. Hiszen Springwood városában élek már. Mióta eszemet tudom. Köszönjük. Szóval mi egy Freddy nevű valakit keresnénk, vagy hogy hallott egyáltalán ilyen nevű valakiről. Akkor kiejted a nevét, akkor egy pillanatra tikkel egyet a szeme. Kacsintott. Megnézem, hogy merre kacsintott, kire néz. Ránk néz? Aha, csak így megrándul egy ideg a szemébe. Mondja, hogy Freddy? Bizonyára vannak Freddy-k ebbe a városban, mint hogy vannak Johnok is vannak. Jó, erre lehet valamit dobni, hogy ő valamit sokkal insight, többet. Insight, persze. Szeretnél, akkor insight-ra van lehetőség. Ó, 19! Nem, egyetlen vannak 18, bocsánat. 15. Egyértelműen tud valamit. Nem azért, mert natural egyet dobtam neki, de lehet, hogy... Így mondja, vannak Freddy. Én folytatom meg, nekem semmi nem esik le, hogy ő most tud-e, nem tud-e. De nem emberről lenne szó, nem egy embert keresünk. Igen, esetleg valami, vagy valaki, akiről mondjuk még többet tud, amint Freddy nevű, és esetleg valami több. De milyen Frederick? Valami köze lehet akár az álmokhoz, akár valami másikon lévő nagyobb hatalmú entitáshoz. Nem tudom. Benne volt az álmokban. És mégis miről szólt ez az álom? Arról, hogy ő visszatért. De nem tudjuk, hogy honnan. Há, és nézed meg engem, én tudom, én annyira szar dobtam insight-ra is, meg minden, hogy csak így mondom. Ő meg egyes dobott. Én szóval. Mondom, hogy szóval. Nézzétek. Én is nézem. Annyi, hogy Vivi visszatért. Magát is megkísértette, ugye? Mi? Magá is látott ilyeneket, igaz? Mi? Elnézést, hogy elmukat. Elnézést, nem adottam túl jól. Maga sem? Mi sem. Nem. Felkavaróval támadtam, igen. Ó, mi támadott? Nyugodtan ossza meg velünk terhét, atyám. Pónik ettek meg álmomban. Pónik. Fura volt. Bizonyára. Van közelebbi kapcsolat a pónikkal? Nincs. Egyszer kiskoromban ledobott egy lóa hátáról. Lehet, hogy azért álmodtam ezt. Szóval azt a Freddy-t keressük, amelyik igen. Ilyeneket csinálhat. Nem tudok róla, hogy létezne ilyen Freddy, aki ilyeneket csinál. Milyeneket csinál? Póni lovakat? Rossz álmokat. Nem hallottam ilyenről. Jó, előveszek egyelőre. Jó, hát az nyilván nem sok, de... Pénzt kell neki adni. Egy aranyat, igen.
pénzt adjunk neki? Ezt így hangosan mondom. Adjunk neki pénzt. Ilyenkor, vagy mit csináljunk? Tehát elfenyegessük meg, ugye? Nem mondom, hogy Naharának nem jutott eddig eszébe, de nagyon szépen visszafogta magát. Szóval, atyánk. Vannak dolgok, amik esetleg segítenék felidézni ezeket az emlékeket. És fogom az aranyat a kezembe. Hát, hogyha ez nem pénz kérdése, akkor vetkőznöd kell ezek szerint. Nem ismerek semmiféle felét. És valami olyan lényt, aki Freddynek hivatja magát, és valahonnan ő visszatért. Időnként vannak farkas és medve támadások, de... Nem, ennél nagyobb hatalom, én azt gondolom, aki ilyen húscafatokat, meg véres dolgokat képes egy állomba belevinni. Figyeljen, körülbelül 5 éve nem volt semmi komolyabb probléma ebbe a városba. De lehet, hogy már 10. Insight. 15, 14. Mi történt? Igaz. Nem tudok semmi erről, de hogyha mégis kíváncsiak lennének, hogy milyen bűntények, vagy szörnyek, vagy bármi garázdálkodik a városba, nem hiszem, hogy én lennék az emberek. Erre van egy városőrség. Csak miatt gondoltuk, mert ezek olyan nem evilági teremtmények, akik kell lehet, hogy egy olyan ember, mint maga, aki közelebb áll a spiritualitáshoz, lehet, hogy jobban ismeri. Ha démon lenne, lehet, hogy elmennék egy démonokat ismerő varázslóhoz. De mivel az álmunkban láttuk, ezért gondoltuk, ide jövünk a templomba. Lehet, hogy csak valami rosszat ettek, vagy ittek. Jó, én elkezdek ideges lenni. És vannak... vannak, gondolom, valamilyen fákákban, vagy egyáltalán semmilyen tűzszerű. Hát van, de magasan. Jó. Hát akkor Control Flames-el szeretném, hogy esetleg jobban világítsanak, vagy nagyobb, vagy szóval, ja. Egyet. Kisasszony, megkérném, egyet, hogy fejezze abba az illegális mágia használatot, még mielőtt a városőr elvinné önt. Miért vinne el a városőr? Mert a városba öncélú mágiát használni tilos. És ha szudozni? Szabad? Micsoda? Vagy eltitkolni valamit, amit tudunk? Nem értem, hogy mire gondol a kisasszony. Bármire is. Ön idejön és azzal fáraszt engem, hogy mindenféle rosszat álmodott valamiféle Freddyről. Nincsen nekem erre időm, szóval hogyha nem szeretnék a templom szolgáltatását igénybe venni, akkor megkérném önöket, hogy távozzanak. Valaki néz minket, hallgatózik? Kis növendékek azok, igen, így elkezdenek. De mindenki ilyen, látja, hogy elkezdünk nyelni. Kevésbé kellemesen ilyen fiakörbe így mellé állni. De nem túl barátságos itt a fogadtatás. Nem én kezdtem az ellenséges hangnemet, szóval, mint mondtam, megkérném önöket, hogyha nem szeretnék igénybe venni a templom szolgáltatásait, akkor távozzanak. Pont, hogy a templom szolgáltatásait akartuk igénybe venni, de ezek szerint maga nem szolgál semmibe. Nem egy információs pult vagyok. Hogyha szeretnének esetleg isteni ráhatást valamire, akkor az a szolgálatok. Mással megkérném, hogy mást fárasszanak, ne rabolják az időmet, hiszen, mint tudjuk, és ahogy Vókin is tanítja, az idő pénz. És nem tud közben járni segítségért? Na, kérdezni valakit Freddyről? Akár isteni közbejárásod is. Nem. Jó, ha mégis, hogy kell ezt mondani? Azt akarom mondani, hogy ha nem akarja leégetni magát, ezt úgy mondom hangosan, azt akarom neki mondani, hogy ha nem akarja leégetni magát a tanoncok előtt... Neked most sikerült. Mindegy, éges magad tovább. Szóval azt szeretném kimondani, hogy ha nem akarja leégetni magát a tanoncok előtt, akkor nyugodtan keressem fel, ha mégis eszébe jutott valami. Jó, ezt szerintem, hogy kell mondani? Szerintem pápukna. Megtalál minket a fogadóba, itt az út mentén a...
Uh-huh. Jól van, köszönöm, akkor kérem, ne pazarolják az időmet. További kellemes napot. Ilyen és hátat is fordít. Nem szívesen látom. Már hátat fordít, de... Láttam, meg elmondtam. Vén fasz. Kifele menve azért. Hát ebbe... Hát nem volt túl kedves. Hát nem. Miért nem volt ő túl kedves? Én nem értem ezeket a dolgokat. Nem. Pedig a legjobb. Látod, ezek azok, akik megérdemlik, hogy felgyújtsuk őket. Tényleg, látod? És mégse gyújtottad fel őket? Hát nem, mert valószínűleg kicsit... A gyerekek is? Túlerőben van, hogyha az egész város... A gyerekeket is? A gyerekeket? De hogy gyújtom fel a gyerekeket? Miért gyújtanék fel a gyerekeket? Hát többes számban beszéltél, és ott voltak bent gyerekek is. Hát az ilyen emberek, a gyerekek nem voltak ilyenek. Ja, értem. Hittem, szóval a gyerekek már nem is emberek. Hát azt nem hittem, ilyen emberek voltak, mint vannak. Ez. Ja, legalábbis ők nem mondtak ilyeneket nekem. Hmm. Még mit gondolsz, hogy ártatlan gyerekeket felgyújtanék? Nem tudom. Csak nem. Vagy akkor igen. Te vagy az, aki nem tudom, én? Mondta, hogy ezekkel a levegőbeli dolgokkal rosszat csinál. Hát ha akarom. Na, hát de én gyerekeket... csak úgy gyűjtök fel valakit, ha akarok, de gyerekeket nem akarok. De gyerekeknek az életenergiáját én sem szívom el. Ha nem muszáj, attól függ, milyen a gyerek. Miért milyen gyerekek itt szívod el? Hát akik az életemre törnek, azokat természetesen. Tört már az életed? Nem. Nem? Ja. De fel kell készülni minden esetőségre. Pontosan. Lehet, hogy ez ránk küldi majd most. Ez remélem, gyerekek jók voltak adok idén, mert egyébként... karácsonykor. A Krampus előz helyett majd korcívja el az életerőtöket, hogy rosszak voltatok. Színhelyett szenesedést kaptok, nekrotik dimitja. Olyan blájtot nyomok level 4-en, megőrültek. Szóval, most akkor mi legyen? Hát, keressünk valakit, aki tud valamit erről a Freddyről. És ugyanúgy nem mondja. Szerintem egyébként nem fogja senki ezt elmondani. Lehet, hogy hú, gyerekek, megvilágosodtam. Megvilágosodtam. Már tudok mindent. Hát mi van, ha ezt a helyet már egy ideje kísérti, és nem merik kimondani a nevét. Már kimondod a nevét, akkor jön rád a rossz. Voldemort. Szóval, lehet azért nem beszélnek róla. Hát de az álomban az volt, hogy feltámad. Tehát, hogy ha ők kísérteni ezt a helyet, akkor... Majd most fogja, gondolom, kísérteni, vagy jaj. Régebben kísértette. Igen. Hát lehet, hogy régebben kísértette, és azóta sem merik kimondani. És most kimondták többen is, és visszatért. De miért? Tért vissza. Nem tudom, mert vannak ilyen gonosz emberek, akik attól lesznek boldogak, hogy gyerekeket égetnek, meg gyerekeket veszik el az életenergiáikat. Miért meg... mutatsz rá? Meg ilyen gonoszságokat csinálnak, meg rossz számokat okoznak, lehet, hogy ő egy olyan lény, ami ebből szerzi a saját energiáit. Hogy te az álmodban félsz. Hát lehet. Mi a véleményed? Te vagy a csapat esze? Lehet. Ezt mondtam, hogy lehet. De akkor lehet, senki nem fog nekünk beszélni róla. Amint több, mint valószínű. Hát azért megpróbálhatjuk, nem? De ha nem próbáljuk meg, akkor hogy szerzünk? Jó, és akkor mi van a... Ne aludj el többet. Akkor ma már nem is alszunk? Nem fogunk? Hát most nem tudom, ez csak egy persike volt. Biztos volt jelentősége. Hát jó, de persze, hogy volt jelentősége. Azt próbáljuk kinyomozni, bár nem? Bárhat ti nem hallottátok, akkor nem biztos, hogy volt jelentőség. De elmondtad. Igen. Mármint, hogy azt hallottuk, hogy valami történik, csak nem értettük pontosan a szöveget. Benne van az, amit Nahara mond, mármint úgy értem, hogyha most szól ez. Elalszol. Most is, amikor elaludtunk, történtek ezek a dolgok. Igen. Rajtunk lehet valami átok? Egy-két, Freddy odád lép. 3-4, mindig itt még légy, 5-6, hit sem hat, 7-8, ébren forgolód,
Hit sem 9, 10, senkiben se bít. 1, 2, felért egy ő. 3, 4, zajtadár beétnél légy. 5, 6, keresztmámó fat. 7, 8, ébren forgolod. 9, 10, többé ne aludj el. Hit sem. Nagyon. Szóval szerintem tényleg fölösleges a templomokba keresgélnünk. Na, megfejtettem. Mit gondolsz? Jó, menjünk tovább. De mit gondolsz? Keresünk el valakit, aki tudhat bármi. Készülök a csatára. Az a lényeg, hogyha ezt a Ferit elkapjuk, akkor mindenképpen... Nekem. Freddy. Mi? Úgy hallottam, hogy Feri. Ferike! Nem Feri. Megkapod a mountain bike-ot. Milyen Freddy, aki a... Exercise! Jaj, szóval... Mindenképpen... Ne legyen kímélet neki. Nem kérdezzünk. Először ütünk. Mi? Freddyre. Freddy, persze, nem kérdezünk tőle semmit. Tudok. Igen. Ja, mit gondolok? A gyilkoláson hát, kívül. Ja, meg kérdezhetünk szerintem is még bárkit. Lehet valakinek megered a nyelve mondjuk pénzért, aki kevésbé olyan gazdag, mint a templomi emberek, mert úgy láttam egy kereskedővárosba, itt a kereskedelmi istennek a szolgái elég jól fent vannak tartva, mondjuk úgy. Jó. Kereshetnénk valami misztikusabb embert, aki nem vallásos, hanem mondjuk ilyen arkán. És nem. Próbálom meg körbe kérdezősködni azoknál a helyeknél, ahol én jártam, hogy nem tudnak-e egy ilyen embert. Tehát igazából az lenne a cél, hogy lemegyünk a kereskedő nagy egyszerűségbe, és azoknál a boltoknál, ahol én jártam, meg ahol van minimális ismerettségem, ott igazából azzal kapcsolatban érdeklődnék, ha kell, akkor egy kis csúszópénzzel, bármivel, hogy van-e esetlegesen valami olyan név ember, aki tudhat ilyen misztikus dolgokról, más hatalomról, felsőbb hatalomról, valami varázs használó, akit fel lehetne keresni, hogyha olyan kérdéseink, problémáink lennének, tehát inkább ezeket kérdezősködök. Illetve ha már kereskedő negyedben vagyunk, akkor kihasználom a kellemeset a hasznosra. Akarok venni egy medicine kitet, egy kötelet, azt elfelejtettem, és amennyiben van, annyiban egy 100 arany értékű valamilyen, vagy kristályt, vagy ilyen gemet. Szerintem ezt meg tudod tenni. Mennyi sét van? Mennyi gempád van? Van még. 200. Van még? Ha a healer's kit az 5 gold, ezt tudom. Ja. És mit szerettél volna még? Kötelet? Igen, abból veszek 2-t, úgyhogy az 2 gold. Az akkor 7 gold, meg akkor 100. Attól függ az ezüst, vagy mi az a... Nem, sima kötél elég. A sejem kötél, az 10. Tudom, de nem, sima kötél elég, úgyhogy... De ez nem... Az sibarira van. Igen, az nem bánt, ha megkötözöd. Így. És egy 100 értékű, vagy követ, vagy ilyen követ, valamilyen drága követ, vagy kristály, amelyik... Ezt meg tudod tenni ott ha nem is a piacon, a piacon inkább ezek a kaják, meg egyéb ilyen szírszarok, amik a járókelőknek, meg az új newcomeröknek van, de ahol a kifejezett kézművesek vannak, ott vannak ilyenek, ahol... ékszereket, égköveket, mindenféle kis apró cseprő mechanikus műtyűröket is tudsz vásárolni. Vannak nagy törpkuhók is egyébként. Szóval tényleg mindenféle ilyen kovácsmester is megtalálható ott, hiszen híresen jó a városnak a kézműves negyede. Már párját titkítja. Információ, meg igazából varázshasználók vannak, igazából inkább a nemesi negyedbe
találhatóak, ők nem nagyon szeretnek egyébként a pornéppel vegyülni, hogyha a térképre rátekintetek, akkor a térkép keleti oldalán vannak azok az elkülönített, falal elkülönített nagyobb kúriák, a Upper Lords névvel kezdődik, a városfalnak a jobb oldalán vannak végig láthatóak. A varázshasználók inkább ott, ők képzik gyakorlatilag a városnak a nemesi régióját, ők azok, akik túlmutatnak ezen. Keres. Valószínűleg egyébként a szegény negyedben is van egy-két varázshasználó, de ők inkább azok, akik a mocskosabb dolgokba nyúlnak bele, és azért inkább az ilyen gangsteres verziók. A tisztességes valamire való varázslók azok mind nemesek, itt elég jól élnek és jó pénzzel vannak, hiszen ők együtt az artificerekkel együtt dolgoznak, hogy olyan kreálmányokat hozzanak létre, ami miatt igazán neves tud lenni Springfield vagy Springwood városa. Igazából olyan arcot keresnék inkább, vagy olyannak kérdeznék utána, aki nem a legpatyolattabb arc, tehát hogy nem ez a, nincs egy, nem tudom, Tigi. Rossz cselekedete vagy valami, hanem egy ilyen kis, inkább olyan, tehát ha már így ezeknél a nemesi házaknál van, akkor inkább olyan, aki nem tudom, már korábban kalandozott adott esetben, vagy van egy kis ilyen kétes múltja, vagy nem tudom, tehát hogy nem a leg ilyen. Nincs neked semmi ilyen thief benned, hogy thief scant, vagy bármi, amivel ezt meg tudnád csinálni. Nem tudom, hogy mi van, investigation. Jó, investigation-öd van. Investigation próbált, hogyha dobsz nekem, akkor azzal előrébb tudom menni. Arcana History Investigation. Ja, Investigation-ban illetve innen nézem, hogy tudok-e valami ilyen izébből. Smack my bitch up! Jó, investi. Akkor investigálják, kérlek. Tizenötös investigáció. Minusz 1, 14, bocs, nem van Az van, hogy volt annó egy ilyen arc, aki még segíthetett is volna neked, viszont pont a napokban elérte a halál. Hoppá. És nem hallottak felőle már egy ideje. Egy Miriam nevezetű virágáros nő volt egyébként, és ő volt, aki elemi mágiát használt, és ő volt, aki nem volt ez a orfentartós nemes varázsló, hanem ő volt az, aki inkább benne volt már az átlag nép között is, hogy segített az embereknek, viszont még nem volt ez a gangsteres. És vannak ilyen, cucc. Nem tudom, rokonnai vagy bárki, akinél ezeket tudtad, hogy... Valószínűleg igen, de ez ehhez a városőrségnél kellene kicsit kutakodni, amit meg is teszel emiatt, és ott végig kell bogarásznod az eltűnések és halálozás listáját, amikor kiderül, hogy mégis mi lehetett ezzel a Miriammal, és akkor a következő dolgokat találod meg. Az elmúlt fél évben a következő emberek tűntek vagy haltak meg, és mondanám akkor a listát. Van egy Serpent Call nevezetű kézműves, egy párbajáltali halálban vesztette életét. A Busting Serberg nevezetű kovács szívrohamban hunyta. Elemelem eltűntnek nyilvánítva. Kelet a városőrségből álmában érte a halál. Mace Smokes fogadós halára itta magát. Van egy Rozsdás Johanna nevezetű kurtizán, ő munka közben egy gyilkosságnak lett az áldozata. Gyur Cikota eltűntnek nyilvánítva. Miriam a virágárus, szintén álmában érte a halál. Van egy Néma Krista nevezetű varázslóhölgy, öregkori elhalálozás vitte el. Van a Nemnit Ice Joe nevezetű vadász, vaddisznó támadásban hunyt el. Gramdolin Crackfeet medve támadásban hunyt el.
Neil Birger, festőművész, szintén álmában érte a halál, és Benild Oldbuck pedig rabló támadásban hunyt el. Miriam, mint mondtam, virágkötő volt, mind a mellett, hogy gyakorolta az arkán tanulmányokat, és ő a művészi negyedben élte minden napjait. Festő is ott halt meg, nem? És aki volt még, aki volt még álmában, három volt, aki álmában halt meg. Így van, Neil Birger volt az egyik, a Miriam, és a városőrségtől Keleth. És ő is álmában halt meg? Ők haltak meg álmukba, úgy látom. Igen. Akkor jó. Még akkor a városőrségnek én egyébként ezekre az ilyen kérdezősködésekre mondj majd egy állat, én 10 aranyat, vagy akár többet is hajlandó vagyok ezért lehet. Szerintem egy 10 arany, hogy ez megkenjél valakit arra, hogy megmutassa neked ezeket a dokumentumokat, hogy így egybevethess, hogy megmondják, hogy hát igen, hát ez itt meg volt, ez de egyébként város... itt élt előtte. Ezt akarom kérdezni, és hogy például a városőrös csávó, hol élt, hogy esetleg ő is mondjuk a művésznegyedbe lakott. Nem. A város, városa csóka, már is mondom, hogy hol volt, csak elém kell vágni egy térképet. Ő a nyugati negyedben volt, a kovácsmesterek mellett. Hogyha megnézitek, ott van egy nagy erdős rét, az ott a nyugati. Jó, én ezeket fölírogatom papírkára, mármint ezeket, amiket megtudtam. És ja, hát utána összeülünk, gondolom, levédelni valahova, vagy hát nekünk az már vacsora lesz, mert délután kezdtünk minden, de... Igen, sok idő volt, én kettőkor kezdtétek ezt az egészet, elkezdtek kutatni, meg ilyenek, szerintem ilyen este 6 óra környékén jár az idő, amikor ezzel végeztek, hogy belokalizáljátok, hogy ki hol, merre, meddig. Uh-huh. Kifejezetten címet nem tudtatok hozzá, hanem csak a negyedet, hogy ki hol merre lakott, de ahhoz, hogy mondjuk címeket kinyerjetek, valószínűleg még további kutakodásra lesz szükség az adott helyszínen, akár megkérdezni, hogy valaki ismerte, találkozott-e vele, és így tovább, és így tovább. Szerintem még ne hagyjuk már annyiba ezt az egészet. Úgy értem, hogy még mivel későn keltünk. Ezért... Még nem vagyunk annyi... Hát eléggé hát fáradtak vagyunk. Igen, én eléggé fáradt vagyok, ráadásul jobb lenne visszatökkenni arra, hogy... Ha nem akarunk aludni, mármint, akkor hogy... kevés az időnk. Hát akkor rohadt kevés, még már elég fáradt vagyok. Igen. Igen, rajtatok van egy egyes szintű exhaustion. Igen, mi kullogtunk kb. A Royce után így a nap folyamán. Mi nem pörgünk annyira. Vagy az a baj, hogy szívem szerint azt mondom, hogy aludjunk be, egy kicsit félek ettől a mondókától, mert nem tudom mi lesz, mert még sokan, igen, sok okot értelme van a halál. De... Igen. Hát Royce-t. Te nem tudsz valami védő mágiát estére, nem tudom, nem tudom, miket tudhatsz, de nincs semmilyen. Az a baj, hogy amíg nem pihenem ki magam, úgymond, és tudok kapcsolatot létesíteni a természettel ismét, addig meg van kötve a kezem. Védő mágiát nem tudok, gyógyító mágiát tudok. Meg detektálót. És ha mi lépnénk be direkt az álomvilágban ezekkel a dolgokkal, amiket mondtatok, kristályok. Hát megpróbáljuk. Akkor... Még alvás előtt szeretnéd? Akkor lehet, hogy elébe mennénk a dolgoknak. Lehet. És ott nem tudom mit tudunk csinálni, de... Tényleg erőt szemben, hogy mi van, hogyha ott... Hogyha fölösleges ez a kérdezősködés, és tényleg csak ott tudunk vele bármit is kezdeni. Vagy egyáltalán csak ott tudjuk megtalálni. Azt mondtátok, hogy ti voltatok már valamilyen
ilyen helyen. Csapos. Csapos buci. Közben itt... Csapol. Csapolják a sárítalt. Szóval voltatok ilyen helyeken? Hát... Nem. De... Ilyesmi. Mármint nem volt ilyen volt azért, de... De... Igen, igen, igen. És? Mi is? Mi a tanulság? Vissza kell menni Rózs, és mi ott... a tanulság? Mi most arról beszélgettünk, amíg... Elmentél Italér, hogy... hogy mi van, hogyha nem lefekszünk aludni, meg nem éppen most nem olyan nyomozást folytatjuk, hanem a gömbbel belépünk az álomvilágba, ezáltal megelőzni azt, hogy véletlen kerüljünk oda. Ahhoz ugye aludnunk kell, tehát hogy el kell aludnunk ahhoz, hogy a gömböt, tehát hogy rákoncentrálunk a gömbre, elalszunk és akkor lépünk át. Hát igen, de idézőjelben az így szándékos már, mint... Ah, nem tudom, igazából tök mindegy, nem? De megpróbáljuk, viszont egyelőre nekem itt azért az elmúlt időszaknak az eltűnései azok azért legalábbis egy-két olyan dolog, mondjuk az álmában érte a halál, az fura. Egyrészt, hogy több volt ilyen, másrészt meg, hogy lehet, hogy ennél itt van valami hasonlóság. Jó, vagy viszont nem már nagyon kezd majd késő lenni. Persze nem, és nem ma. Csak erről beszéltünk, hogy ma már aludni kéne, de hogy, mert mi legalábbis mi fáradtak vagyunk, csak hogy kicsit félünk aludni. Uh-huh. Ugye az miatt, hogy ott volt Mondolkába is, hogy ne aludjál, nem? Benne volt. De. Ha jól emlékszem. Meg hát egy csomó mindenki meghalt álmába. Jó, mondjuk azért én nem halok meg olyan könnyen, de... Eddig még nem sikerült. Nem sikerült meghalnod? Próbálkoztál? Hát figyelj, igazából voltak necces helyzeteim már életem során. Uh-huh. Láttam a halált, megjártam. Igen. Esett és buge? És visszatértem. A halálból? Persze. Tényleg? Dehogy is. Nem? Dehogy is, mit gondolsz? De amúgy igen. Bármi lehetséges. 1500 aranyér egyébként a templomba feltámasztaná. 1250 elnézést. Ez egész volt. Ki 300-én megcsinálom, ha lépünk még egyszer. 90 aranyér beszélgethettek a halottakkal. Ez nem rossz. Hány napja halt meg ez a nő? 2-3, vagy nem tudom, mit mondtak pár. Na várjál, akkor most gyorsan felül a Miriam volt az egyik, Miriam. Azzal még talán lehet beszélgetni. Ugye elégetik erre felé, szerintetek? Vagy mit csinálnak? Kelebb? Szerintem temetnek, abból kiindulva, hogy a temető, legalábbis a nemeseknek a temetője itt van bent a városban. Miriam, Kelet és Neil Birger. És ha már eltemették? Mondjuk hát nem tudom, hány napja volt az pontosan. És ők mikor haltak meg? Igen, tehát az, vannak ilyen időpontok voltak? Hogy mikor haltak meg? Azt még el tudod mondani, mert igazából most csak ezekre fogok fókuszálni. Igen, 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 igen. Hát az elmúlt 3 hónapban, és ami a különleges bennük, hogy mindegyik 13. hónap. Ha minden hónap 13. holdjánál történt ez. Tényleg most milyen a hold? Most milyen és a most hold? Most milyen a hold? Hát ez a féltelt. És nem milyen, közel van a legközelebbi 13. hold? Mármint, hogy... Most mennyire van a legközelebbi 13. hold? Szerintem napok kérdése. Tehát akkor az előző hónapban halt meg a Miriam. Így van. Az előző hónap 13-án halt így van. Meg a Miriam, az előtt meghalt a festő, az előtt meg a így van. Jó, hát akkor tényleg nincs sok időnk. Legalábbis én nem akarok vészmodárkodni. Mert én nem szoktam nyugodtan félni, meg én nem szoktam ráparázni dolgokra, mert most ez elég ijesztő helyzet, és nem sokára itt van még egy halál ideje, hogyha úgy folytatódik minden, ahogy az elmúlt pár hónapban történt. Abszolút azt nem vettem észre, miközben itt kérdezősködtem, megkutattam, hogy a városőrség felfedezett volna valami kapcsolatot a álmában meghalt 13. holdos őzé. Tehát, hogy nem láttam olyat, hogy ezen már kutatna valaki, és hogy lenne rá egy csapat, aki ezt kutatja. Nem.
Nem, tetsző, meghalt, jó. Nem, kalapkabány. Nem raktak össze mondjuk ilyen klúkat, hogy akkor izé... Nem volt erőszakos behatolás a házba, nem, meg ilyenek. Jó. Úgy voltak vele, hogy szívroham. Jó, hogy ez nekem ott, rosszul vette a levegő. Amikor részegettem a dolgot, akkor nekem az ott feltűnt, hogy igen. Na, álmába halt meg 13-án. És igen. Hogy, jó. Szóval, de már akkor így folytatom, hogy hát igen, de hogy... Valamit azért csak ki lehetne addig derítgetni ezekről a halálesetekről. Jó. Esetleg nem beszéltek-e ezek az emberek valakivel arról, hogy nem tudom, napok óta rosszat álmodnak. Lehet, hogy elmondtak dolgokat, lehet, hogy valaki kiderítette ki az a Freddy. Szerintem kezdjük ennél a virágárus nőnél, ő volt a legutolsó áldozat. Jó, ez jó. Holnap már szerintem jó, reggel és akkor jöhetünk most elmegyünk aludni? És akkor ma aludjunk, vagy én nem tudom. Hát kivírom-e? Most, ha elfogadjuk azt, hogy ugye álmukba érte őket a halál a 13. holdba, akkor addig nem feltétlen kéne semmi bajunknak lenni. Tehát aznap este nem biztos, hogy el kéne aludni, amikor a 13. holdba. Látod, ezért vagy te a csapat eszem. De ez vagy. Nem biztos. Bárhogy kell mondjuk örülsz, az a mert... szent fazék, érni a legközelebbi halál a pónis álmótán, annyira nem sajnálnám. De mert, akkor... Ő, miért gondolod, hogy ő? Hát azt, hogy ő is rosszat álmodott. Ja, aha. Hát lehet, hogy ő is olyan Freddy-set, csak nem mondja el, mert... Ha holnap... Bocsánat. Mondd csak. Ha holnap vakvágára jutunk, Miriam rokonaira, ha vannak neki. Szerintem holnap mind a három. Mi volt? Várj, amikor jöttetek, akkor volt... Akkor volt 10-e körülbelül. Szóval most ez a 11. Ma van 11-e. 11-e van ma este. 12. 13. Szóval 3 napotok van. Úristen. 13. Szóval betörünk a főpapnak a szobájába is kutatunk. Betörni, nem tudom, én így különösebb... Be. Valamit eltitkolt, ez teljesen hát viszont abban biztos vagyok, hogyha valaki észreveszi, hogy oda betörtek, akkor az ránk fogja egyből bizonyítani, ugyanis szemtanunk látták, hogy mi ott bent kellemetlenkedtünk. És attól függetlenül még nem törhettük be, ha nem hagyunk nyomot. Hát nem igen. Tudom, hogy meg azért elég ilyen főpapusnak tűnt, ahogy kinézett. És ki tudja, hát mekkora, szerintem azért nagy befolyása lehet itt. És ha ő azt mondja, hogy mi törtünk be, akkor el fognak minket fogni. Legalábbis így működnek az emberek. Nem az erdőbe, hanem a városba. Mit tudunk ebből a három esetből kideríteni? Ha ebből a három esetből valamit ki tudunk deríteni, akkor... Uh-huh. Hát azt mondom én is, hogyha zátonyra futunk. Viszont a környéken... Ha csak ez a városban van így, akkor akár el is lehetne hagyni a várost. Jó, hogy simán hagyjuk el is kész. Ami érdekes az az, hogy miért voltak ott a kalandozó társai. Nem tudom. Lehet, hogy őket már elkapta. Lehet. Ez a valami. És csak most talált ránk. Várjál, hogy most visszagondolok arra, hogy még kaptunk tőlük egy levelet, szóval ők annyira régen nem lehettek elkapva. Bár... Mire ide ért a levél, addigra elkapották őket? Hát talán az utolsó hónapban, az előtte lévőnél. Vagy ma olyan rég megírta volna a levelet. Vagy nem függ. Most, hogy visszatért, már lehet, hogy nem függ attól, hogy 13-e van-e, vagy sem. Előre kaphatott ez a lény. Nem tudom. Aludjunk, vagy ne? Jó. Hát aludjunk, nem? Szóval, ha aludjunk, alszunk, meg, hát, ha... akkor teljes készültségbe. Hát... Illetve hát próbáljunk legyőzni ezt a... Ezeket a rossz számokat. Van valami jó kis füstölöm. Ezt begyújthatom.
jó kis kannabiszos. Nyugtató füstölő. Ne ilyen szöllős legyen, mint amilyen. Ittunk. Nem? Jó. Úgy is meg vissza kell mennünk a fogadónkba. Úgyhogy az alatt, az idő alatt még úgy is kicsit kiszellőztethetjük a fefejünket. Jó van, akkor lepihentek, ugye? Gondolom, hát hogy megvacsisztok. Kereskedő negyedben, meg a városőrségnél, mert ott a közel volt megvacsizunk, mert visszamegyünk a fogadóba, addig beszélgetünk, nem tudom, elizélünk. Ha valami furcsaság van, vagy ilyesmi, akkor arra persze ránézek, hogyha hirtelen nyilván, nem tudom, egy kibelezett ember lenne az utca mellett, és Perception-öket dobhattam. Tehát, hogy azért valami ilyesmi furcsaság, az biztos, hogy érdekelne. De ha nincs ilyen, akkor csak sima vissza. Ó, hallod, megőrülsz. Mivel mondta rossz, hogy erre figyel, ezért nagyot is dobott. Ennyire nagyon. Ja, csak 11 kerül, ne 10. Vagy ez 20 körül, vagy 18. Nem rossz az? Mikor a kereskedő negyedbe egyébként mentek és kérdezősködtök, mint hogyha egy-két olyan szempár is feltűnne, ami mint hogyha kifejezetten titeket keresne direkt. Lelemaradva, mire oda nézel, hirtelen már nincs ott. Van valami. De nem mondanád se démoninak, meg ilyenek, hanem mint hogyha valaki követne titeket. Jó, semmi olyan jelet nem láttam, nem tudom, mindig ilyen zöld kabátos volt, vagy ugyanolyan színű ruhában, vagy nem tudom, ilyen legyen. Környezethez illő ruhában. Ha, szóval, hogyha ez is lenne, mármint, hogyha valamihez is tartozna, akkor is úgy véled, hogy direkt beolvadni akar a környezetbe, hogy ne tűnjön fel, de neked mégis feltűnik, hogy ugyanaz az alak, és kicsit büdös, hogy mindig összefuttok vele, és amikor már igazán megfigyelnéd, akkor már hirtelen már nincs ott, ezért büdös neked. Hát akkor mondjuk, ha visszaérünk a fogadóba, akkor azért mondom, hogy hát szerintem követtek minket, vagy legalábbis kik? Megfigyeltek. Nem tudom, egy alakot láttam, aki majd, hogy nem a kereskedő negyedtől idáig. Mondom, hogy nagy befolyás van annak a papnak. Olyan okos, hogy miért nem szóltál akkor hamarabb. Te nem mehentem volna. Nem voltam benne biztos. Hát akkor is utána mehettem volna. Lekövetted volna a követőket. Persze. Hát... Megfenyegettük volna, megkínosztuk volna egy picit. Holnap már akkor úgy menjünk a városba, hogy ti is figyeljetek, és akkor ha észreveszi valaki, akkor utána mehetünk. De mivel nem szóltatok ti se, ezért azt hittem, hogy csak a szemem káprázik, csak már sokadikra is ugyanazt vettem észre, és úgy voltam vele, hogy ez lehet, hogy akkor követnek. Te vagy a legéberebb, úgyhogy... Nem gondolnám, hogy nem vagyok a legépére. Hát jó, hát azért megpróbálunk majd figyelni. Ma igen. Ja, jó. Ja, tényleg meg abból le kellett vonni egyet. Mert mindenből levontak egyet, hát mert rajtatok van az a ronta. Meg visszadvantage eldobnak a exhaustion miatt. Ja. Jó, szóval holnap. Jó, hát akkor... Alhatok itt ma. Persze. Neki áthúzzuk az ágyat. Mm. De én nem, de valaki. Jó. Szanszik a földön. Hát van az a pénz, amiért áthúznak oda még egy ágyat. Így ez megoldható, és akkor együtt álomra szenderültök, gondolom, bezárkóztam. Gömb vagy nem gömb? Ajtó be van csukva. Hát ha átmegyünk az álomsikra, akkor nem alszunk. Tehát, hogy akkor a testünk alszik, de a szellemünk nem alszik. Tehát, hogy az olyan, hogy akkor nem aludtunk, hanem ott folytatjuk a fent létet. Értem. Akkor füstölök egy kis fáklyagyökeret, és nyugtató jellegű fáklyagyökeret is. Szóval lementek chillbe, és alvás van. Aha, hát, ha segít. Jól van. Már körülbelül szerintem egy ilyen fél órája, órája forgolódtok. Nem észleltek semmi negatív energiát.
már tényleg így kezdtek egyre mélyebb és mélyebb álomig eljutni, amikor úgy érzitek, hogy végre most már minden jó lesz, akkor egy szempillantás alatt megváltozik minden, és újra a szemeteket az a fájó vörös fény szórja át, amitől egyből ki kell tárnatok olyan erős egy pillanatra, hogy fel kell nyissatok, úgy érzitek, különben megvakultok. És ugyanúgy ott van a félhold és a véreres hold, ahogy az égből süt le rátok. A mély vörös égbolt az, ami elétek terül, és a városnak a sziluettje. A réten vagytok, ahol kergettétek a jó dolgokat. Viszont a rét, mint hogyha körbe lenne véve ilyen sötét fűszfákkal, mint hogyha falként állnák el az utat a város és a rét között, és azok a fűszfák, ha jobban megnézitek, mint hogyha ilyen kifacsart, mesztelen, itt-ott csonka alakok lennének, egymásba gyúrt emberi, elf és törpe alakok képzik a fáknak a törzsét, és a lombkorona pedig, mint ilyen angolnák, mint ilyen csápok, amiken szöges, tapadós korongok vannak, és ahogy táncolnak, mint hogyha a szél lengetné őket, a földet hasítják folyamatosan fel, és onnan pedig, mint hogyha ilyen gennyes vér spriccelne fel időnként. A föld alattatok nem is igazán föld, hanem olyan, mint hogyha elszenesedett emberi bőr lenne, és a réten a fű, az pedig nem fű, hanem mint hogyha ilyen erős, sötét emberi szőr lenne, amin vagytok, és itt-ott pedig egy-két ilyen gennyes pattanás az, ami lüktet, és ezek a szőrök is olyanok, hogyha megnézitek, mint hogyha ilyen bőrpórusokból nőnének ki, nem sima fűcsomók lennének, és érzitek azt, ahogy álltok, mint hogyha mozogna alattatok a föld, mint hogyha ritmikusan, szépen lassan emelkedne, és utána roskadna össze, mint hogyha egy lélegző mellkas lenne, amin éppen álltok. És a baljós mondóka ugyanúgy hallatszik a távolból, hogy egy-két Freddy hozzád lép, 3-4, mindig észnél légy, 5-6, a hit sem hat, 7-8, ébren forgolódsz, 9-10, senkiben se bíz, 1-2, Freddy értegyű, 3-4, az ajtót zárd be, észnél légy, 5-6, a kereszt nem óvhat, 7-8, ébren forgolódsz, 9-10, többé ne aludj el. Ez a dal ismétledik újra és újra, majd egyre gyorsabban és gyorsabban kezdenek el lüktetni ezek a gennyes pattanások, távolod. És a szem, illetve a hold, a két hold újra átfordul, és felnyílódik a szemhéj, az a két kék szempár, ami vérben forgolódik, fordul felétek, és egy rekettes hang rázza végig a tájat, miközben ezek a pattanások kifakadnak, és gennyes toccsanásukból egy-egy amorf, kutyaszerű lény jön elő, melynek a hátánál a gerince ketté nyílva hatalmas szájakat formáznak, és indulnak felétek, és a hang csak annyit üvölt nektek, hogy
Üdvözöllek titeket a világomba! Szajhák! És kérlek, dobjatok kezdeményezést. Viszont még mielőtt beleélnétek magatokat. Nem. Már igen. Én úgy vagyok vele, hogy bizony ezt a csatát kezdjük a következő kalandba, bármennyire izgalmas. És egy jó nagy harccal fogjuk kezdeni. Innen folytatjuk akkor jövő héten. Remélem élvezitek is. Tetszik, és bizony három szörnyeteg vár majd rátok. Jövő hétre pedig felépítem a térképet, hogy ez látszódjék is. Találkozunk jövő héten, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, legyen csodálatos napotok. Tavernába fel. Mondjátok szépeket. Ennél szebbeket. Szép álmokat, szaják! Sziasztok! A csatorna fő támogatója a Vault 51 Gamer Bar. Akár szerepjáték, társasjátékról vagy PC-s játékról van szó, bizony itt megtalálod a helyed, rengeteg koktéllal és konzollal várnak titeket. Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélgess és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Támogatónk a Szellemlovas. Hogy a társasjátékról, terepasztalos játékról, könyvről vagy szerepjátékról van szó, akkor bizony jobb helyre nem is mehetnél, mint a Szellemlovas. Lesz be hozzájuk is! Köszönjük szépen Patreon támogatóinknak, Gyurcinak, Elemelemnek, Dobókapitánynak, Draconisnak, Dvangrizárnak, Jadlocnak, Max Volpírnek, Melchiornak, Miyamoto Musashinak, Pierre de la Croixnak, Slityunak, Csi Tamásnak, Tansongnak, Thrain the Mage-nek, Tom Dapnak, Volionak és Ultramarionnak. Köszönjük, hogy Twitch-en feliratkozással támogattatok minket. Dvangrizán, Mjölnir Thor, Aragorn, Bélem Master Z, S-Bence 92, Elemelem, Atomó 7, Sali Fater, Tövis Király, Tepsi Over, Leslie 9619, Keti 11, Ragnar 6984, Dobókapitány, Ferri Luna 92, Thanatos the Saiho, HTD Lord, Crazy Berry, Gyurci 123456, Hillhouse 144, Berlusz, Varug és Enkiodik.